Hogy a fenébe használjam ezt a kézigránátot Cségóban? Azt hiszem kerítek valami szakembert, aki segít nekem ebbe. Sziasztok! Bíró Balázs Drang vagyok, az eSportmail egyik főszerkesztője, és a mai nap a magyar eSport egy igazán ikonikus alakjával fogok beszélgetni, aki nem más, mint Török Balázs, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Kodiak, a legenda. Szervusz, Kodiak! Mikor és hogyan kerültél a videójátékok bűvöletébe? De egész régen, még gyerekkoromban, a 80-as években én C64-en kezdtem el játszani. Azt hiszem 88-ban volt, amikor édesapám hozott egy Commodore 64-et külföldről, Amerikából, és öcsémmel azonnal elkezdtünk rajta játszani mindenféle játékokat. Volt autóversenyző és osztott képernyővel, volt Defender of the Crown, ez egyik nagy kedvencem volt, meg Wizards of War, szóval igen, rég kezdtem el játszani, és ez meg is maradt különben, mert hát egészen mai napig játszok rendszeresen. A 90-es évek végén kezdtem el interneten játszani, akkor volt az, amikor azt hiszem 98 környékén volt, hogy kvékezni kezdtem, de az annyira nem jött be nekem, mert valahogy nem voltam benne elég ügyes, és hát nem feküdt nekem az a játék, úgyhogy amellett, hogy játszottam kvékkel, először kvék 2-vel, aztán kvék 3-mal elkezdtem pályákat szerkeszteni, és nagyjából erre ment rá az időm, hogy pályákat csináltam ezekhez a játékokhoz. Majd 99-ben volt az, hogy bejött a Counter-Strike, és azt lehetett neten játszani, nem is kellett hozzá különösebben nagy skill, mint ahogy a Quake-hez, inkább lehetett okoskodni benne, elbújni a doboz mögé, várni, amíg bejön eléd valaki, aztán azt jól hátba lőni. Úgyhogy ez az első emlékem különben a Counter-Strike-ról, hogy így kempelgetek doboz mögött, és várom az ellenfeleket. És hát az örök szerelem lett, ahogy így a múltba visszatekintünk. De miért pont a Counter-Strike fogott meg? Annyi minden játék volt, mert jöttek az RTS-ek, különböző akciójátékok, verekedős játékok. Miért pont az FPS és a Counter-Strike? Igen, ez érdekes kérdés. Valószínűleg azért, mert ez feküdt a legjobban. Az autós játékok azok sosem mentek nekem igazán, mert túlságosan nagy koncentrációt igényeltek, és nagyon-nagyon repetitív dolgokat, amiket én nem tudtam mindig ugyanazt csinálni. Meg bele is untam, tehát valahogy nem, azok sosem motiváltak annyira. A RTS-ekkel is próbálkoztam, de ott meg valahogy az én, hogy mondják ezt, makrózásom, az nem volt elég, tehát én nem tudtam úgy fejben tartani, hogy most hány egységem van éppen játékban, abból most egyet elküldök erre, a maradékot itt tartom. Szóval nem tudtam ennyi helyre szétosztani a figyelmemet, úgyhogy az azért nem volt jó. És igazából az FPS-ek közül is ugye elég specifikusan a Counter-Strike-nál ragadtam, pedig volt mondom a Quake, amit kipróbáltam. És ott meg kifejezetten az volt a probléma, hogy a Quake az nagyon skill alapú játék volt, tehát ott nagyon pontosan kellett lőni, számolni, ott számolni kellett az időt, ugye, hogy mikor jön a páncél, mikorra kell odaérned a health-hez, mikor mennyi időd van még, akkor a páncél, és nagyon fontos, hogy ott mozogni kellett nagyon jól, tehát olyan ugrásokat és mozgásokat kellett csinálni, ami nekem nem ment igazán. Szóval a Counter-Strike-ban meg megtaláltam azt, hogy volt benne taktika, volt benne igazából ilyen, hogy mondják ezt, mind games, amikor megpróbálod kicselezni az ellenfeledet, hogy azt gondolja, hogy te csinálni fogsz egy dolgot, és itt más, tehát valami váratlant húzol, valami újat csinálsz. És azért alapvetően ugye, mivel eléggé szórnak a fegyverek, azért nem annyira skill alapú, mint például a Quake. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezért volt az, hogy és még egy dolog persze, ami nagyon fontos, ugye, hogy ez csapatjáték. És én mindig is szerettem a csapatjátékokat, a rendes sportokat, tehát focizni például mindig is nagyon szerettem, és ez is
segített szerintem abban, mert valahogy én úgy érzem, hogy van, ahhoz van például tehetségem, hogy egybe tartsak egy csapatot, hogy irányítsak egy csapatot, és hogy a csapat embereinek a különböző álláspontjait valahogy közelítsem egymáshoz. Úgyhogy valószínűleg ezért. Na és hát ez volt az a játék, ez a Counter-Strike, ami valamilyen szinten azért összeforta a Kodiak névvel. Mégis ez a Kodiak név, ez honnan ered? Hogyan választottad? Ez is elég régre nyúlik vissza. Azt kell tudni, hogy nekem a szüleim biológusok, édesanyám biológia tanár volt, édesapám meg egyetemi tanár. És így mindig is nagyon közel álltak hozzám az állatok, mindig is nagyon szerettem az állatokat, és ismertem őket. És a Kodiak medve az egy nagyon különleges állat azért, mert a legnagyobb szárazföldi ragadozó. Azt kell tudni, hogy van Alaszka alatt egy sziget, amit úgy hívnak, hogy Kodiak sziget, és ezen a szigeten olyan ideálisak a körülmények, hogy a barna medvék nagyon-nagyon nagyra megnőnek. És ezek a Kodiak medve. Aztán mostanában különben olvasok cikkeket, hogy a jeges medve az nagyobb, mint a Kodiak medve. De mindegy. Igazából a lényeg az, hogy ez egy nagy darab barna medve. És elég ritka is, mert ugye csak ezen az egy szigeten fordulnak ennek felül. Ezt a Kodiak nevet azért nagyon sokan ismerik ide az a játékos körökben. Főleg azért egy korosztályra jellemző ez, hogy igazán jól cseng a neved, ez a Kodiak név a fülükben. Hogyan váltál igazából ezzel a legendává, ez a játékos legendává? Mi is a Kodiak jelenség titka? Hát ez egy összetett kérdés. Nem tudom, nehéz megmondani. Ugye már elég régóta, sőt, mondhatnám azt, hogy amióta van Counter-Strike, azóta én a főbb versenyeken, főleg a legelején ott voltam a főbb versenyeken, tehát rögtön az első WCG kvalifikációt megnyertük, a másodikat is megnyertük, azaz, hogy mindegy, mi jutottunk ki Koreába, maradjunk ennyiben. És ugyan az első győzelmünk az nem hozott túl nagy sikert, tehát a külföldi szereplésünk az nem volt az igazi, de a második szereplésünk ugye a 2002-es WCG-n az igen nagy meglepetést okozott, amikor sikerült a 3D-t megvernünk. Azt a 3D-t, aki akkoriban a legjobb Counter-Strike alakulat volt, sőt, akkoriban nyerték meg a CPL-t, úgyhogy nagyon-nagyon jó játékosokból álltak, és ugye nem tudták, konkrétan azt se tudták, hogy merre van Magyarország, vagy egyáltalán kik azok a magyarok, és így sikerült meglepetést okoznunk, ami persze, és ez persze megmaradt a Counter-Strike rajongóban, hát a magyar rajongókban értelemszerűen. Innen aztán érdekes útja van ennek a legendává válásnak, meg a legenda névnek, hogy ez hogy jött, mert azt kell, hogy mondjam, hogy maga az, hogy Kodiak legenda, ez először, amennyire én tudom, sőt, mondhatom úgy, hogy ez egy ilyen kuny névnek indult. Volt egy olyan időszak, amikor ugye a játékos pályafutásom olyan 2004 környékén, 2005 elején eléggé mély ponton volt, és ugye bizonyos fórumokon úgy emlegették azt, hogy meg hát akkoriban még egy kicsit én is többször szóltam bele ilyen fórumos vitákba, amit így idősebb fejjel már azt gondolom, hogy nem volt túl szerencsés, mert az interneten vitatkozni az egy ilyen vége láthatatlan dolog. De minden esetre akkoriban jött elő ez a Kodiak legenda, hogy majd, tehát ugye pont a 3D-s meccs kapcsán, és hogy utalva arra, hogy az már rég volt, és hogy már én nem vagyok olyan jó, mint mit tudom én, tehát hogy ilyesmi. De az az érdekes, hogy mindezek, tehát a negatív indulás ellenére azért ez egy pozitív dologgá alakult, legalábbis szerintem. Főleg azért, mert jó visszaemlékezni arra, hogy volt egy magyar csapat, aki helytállt nemzetközi szinten, és volt olyan,
hogy mi megvertük az amerikaiakat, akik ugye nagyon jók voltak. Aztán, amikor ez a Kodiak név ez úgy megragadta a köztudatban, mennyire építetted, vagy mennyire viszonyultál ez úgy, hogy tudatosan építsd ezt az imást? Az az érdekes, hogy ez nem tudatos volt az építés, hanem az történt, hogy mindig is szerettem, tehát engem is motiváltak az ilyen csés videók. Tehát amikor megnéztem ugye elsőnek a Heatonnak az ötös kijét, annak az ikonikus zenéjével, ami csak egy pár másodperces, talán egy fél perces klip volt, ugye Echo-ban lelövi a Four Kings-et, az folyamatosan még motivációt adott nekem, és szerettem volna én is ilyet csinálni, hogy valami olyan videót, amiben most aztán olyat csináltam, amiben én szerepeltem, értem szóval, de hogy valami, amit így jó visszanézni, ami motivál azért, hogy játsszál, ami egy ilyen highlight. És ugye elkezdtem videókat csinálni, először csak ilyen rövidebbeket, aztán egyre nagyobb lélegzetvételi dolgokat, és aztán ebből lett az, hogy ezek a videók végül is egész jól sikerültek, és ezek megmaradtak a köztudatban, nem csak a magyar köztudatban, hanem a nemzetközi köztudatban is bekerültek, és rengetegen ismerték és szerették a videóimat. És ez az, ami igazából megalapozta a Kodiak nevet. Tehát rengeteg nagyon jó játékos volt, és szerintem voltak nálam jobb játékosok is bőven, de az ő nevük annyira nem maradt fent azért, mert nincsen, ami megörökítse. Tehát nincs olyan videó, például nincsen kifejezetten piki videó. Egy piki videó lenne, azt hiszem senki nem emlékezve a Kodiak névre. Ez az egész játékos létezésed milyen hatással volt a tanulmányaidra, a magánéletedre? Tudni kell azt, hogy sokba került az, hogy felkészüljünk ezekre a versenyekre. Tehát amikor 2002-ben mi a WCG kvalifikáció és utána a WCG-re készültünk, akkor én éppen egyetemre jártam. Sőt, ugye én 20 éves voltam, amikor elkezdtem játszani, tehát pont benne voltam az egyetemi időszakomba, és hát ezt nehéz összeegyeztetni. Nehéz összeegyeztetni a játékot és a tanulást, meg a munkát, meg ilyen dolgokat. Ennek az lett az oka, hogy cserébe, hogy mi jól szerepeltünk a WCG-re, meg ki tudtunk jutni a WCG-re, én végül aztán nem fejeztem be az egyetemet. Érdekes még azt is megjegyezni, hogy én építészkarra jártam, és azért jártam építészkarra, mert annak idején, amint ahogy említettem, Quake 3-hoz pályákat szerkesztettem, és ahhoz meg kellett tanulni egy egész háromdimenziós pályaszerkesztő programot a minden nehézségével együtt, a textúrákat hogyan kell felrakni, és a többi, és én azt megtanultam. Sőt, volt, hogy hónapokig el voltam azzal, hogy csak egy pályát csináltam, és úgy gondoltam, hogy én ezt meg tudom csinálni egy ilyen pályaszerkesztő programban, hogy egy játékhoz pályát csináljak, akkor én ezt meg fogom tudni csinálni egy rendes házzal is, és ezért gondoltam, hogy elmegyek és építésznek fogok tanulni. Na most, az építész szakma egy kicsit nehezebb, mint pályát szerkeszteni, sokkal-sokkal összetettebb, tehát rengeteg olyan dolgot is kellett tanulnom, ami nem volt annyira kreatív, meg annyira vonzó, mint például egy ilyen pályaszerkesztés. És ugye mellette meg, hogyha az ember csézik, akkor elmegy az ideje. És mi elég komolyan vettük a csét, annyira komolyan mondom, hogy végül én olyan, hát azt hiszem 2000-ben kezdtem el az egyetemet, és 2007 környékén, vagy 8 környékén mondtam azt, hogy akkor innen most már ezt nem is akarom befejezni, meg hát nem is fogom tudni. És körülbelül ebben az időszakban kezdtem el én dolgozni, az Index videónál először, ami szintén egy csés vonatkozás, hogy ugye pont azért, mert ugyanúgy, ahogy a 3D-s pálya szerkesztő programot, ugyanúgy a videószerkesztő programokat is meg kellett tanulnom ahhoz, hogy videókat tudjak vágni. És ez munka lehetőséget adott nekem. Tehát egy ideig dolgoztam ilyen kisebb alkalmi melókat, mint vágó, és végül aztán felvettek az Index videóhoz, és nekik vágtam az Index videókat. Úgyhogy van jó oldala is a csézésnek, és van rossz oldala is. Hát most így, hogyha
belegondolok azt, hogy tehát a számítógépes játékok voltak azok, amik belevittek eleve abba, hogy elkezdjem az egyetemet és elkezdjem az építészkart, illetve a számítógépes játékok voltak azok, amik végül is oda juttattak, hogy nem fejeztem be az egyetemet, de, és ismét a számítógépes játékok voltak azok, akik megtanították velem a videóvágást, és el tudtam helyezkedni egy olyan munkában, amit szerettem csinálni. Szeretném azt kiemelni azért mindezek mellett, hogy akármennyire is rosszul elkezdeni egy egyetemet sokáig csinálni, és utána nem befejezni, én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt az én részemről. Tehát még mindig jobb befejezni egy egyetemet, amit nem szeretsz, vagy nem tudsz, vagy nem akarsz végigcsinálni, mint végig szenvedni, és aztán a végén ott állni 9 év után, hogy van egy diplomád, de igazából nem akarsz ezen a területen dolgozni. De ez is egy fontos tanulság volt, vagy egy ilyen tanulási görbe volt, amíg én megtanultam azt, hogy egy idő után meg el kell engedni azt, ami nem megy, és lehet, hogy én nekem nem építésznek kell lennem, és lehet, hogy nekem inkább videóvágással kell foglalkoznom, vagy akár fotózással, mert ugye fotózással is foglalkozom, bár azt nem munkaszerűen, azt inkább hobbiszerűen. Kanyarodjunk egy kicsit vissza azért ezekre a számítógépes játékokra, amik ilyen mindenféle előjellel befolyásolták az életedet, és hát maradjunk a központi témánál, a Counter-Strike-nál. Hogy látod így visszaemlékezve, meg látva a Counter-Strike fejlődését, hogy melyik volt a leginkább e-sportra alkalmas C-verzió? Azt hiszem ebben a témában nekem elég sajátos véleményem van, mert én azt gondolom, hogy azzal a C-vel kell játszani, amit a versenyek diktálnak. Tehát ugye annak idején nagyon sokan, amikor bejött a Source, nem akartak Source-ra váltani, mert hogy ez egy új játék, ez egy nem tetszik a blabla. Mi meg azonnal kaptunk a lehetőséget, hogy na, itt van a Source, szinte mindenkinek az lesz az érdeke, ugye, hát akár a hardware gyártóktól elkezdve a szponzorokon keresztül, hogy egy sokkal, vállalhatóbb, szebb játékot, illetve gépigényesebb játékot hozzanak ki, mint versenyjáték, mint ami az elsődleges játék, amivel mindenki játszik. Úgyhogy mi ennek az elméletnek a mentén kezdtünk el gyakorolni azonnal Source-szal, és nem néztük, hogy ez most. Különben nekem kifejezetten jobban is tetszett. Én mindig szeretem az újdonságokat, mindig szeretem, hogyha valami új dolog van. És akkor már játszottunk 1.6-tal egy jó ideje, úgyhogy abban már az ember egy kicsit belefásul, meg belefárad. Tehát a Source egy nagyon jó lehetőség is volt, hogy valami újdonságot csináljunk. Elsőre úgy tűnt, hogy ez be is fog jönni, hiszen ugye a legjobb eredményünket Source-szal értük el, és pont azért, mert a legtöbb csapat úgy döntött, hogy őket annyira nem érdekli a Source, ők 1.6-ban jól megvannak, egy kicsit játszogatnak, meg hát hogyha WCG-n az lesz, akkor egy kicsit megnézik, hogy egyáltalán milyen pályák vannak, de azért túl sok energiát nem fektettek bele. És nekünk ez az előny, hogy mi a kezdetektől fogva belefektettük ezt az energiát, ez nagyon jól jött. Na de, mindezek ellenére rögtön egy évre rá, a Source az úgy eltűnt az összes ilyen versenyből, mintha ott se lett volna. Tehát a LAN-ok azok, nem mondom, hogy teljesen megszűntek, de sokkal kevesebb komoly Source LAN volt, mint 1.6 ugyanabban az időszakban. Úgyhogy az 1.6 megmaradt, mint a domináns játék, mint a domináns C verzió. Ami nekem különben azóta nem fér a fejembe, hogy miért. Azaz, hogy így utólag gondolkodva rajta, persze valószínűleg azért, mert egyszer nagyobb volt a játékos bázis, amit féltek volna elveszíteni, akár a WTG-sek, akár mások, akik nagy versenyt rendeztek. Hiszen, hogyha kisebb a bázis, akkor kevesebben fogják nézni a rendezvényt, kevesebb emberhez jut el. És most itt van ugye a Cségó, ami most megtört az 1.6 egyeduralmát, és az 1.6-osok is eldöntötték, hogy váltanak. És hogy őszinte legyek, nem tudom, hogy miért pont a Cségó az, aki ezt a jeget feltörnie, és miért nem pont a Source volt az, mert inkább ugyanúgy látom a különbséget, hogy ez is egy szebb játék, egy sokkal gépigényesebb, ami ugye mondom, hardware gyártóknak mindenképpen kedvez. Szóval én azt gondolom, hogy nincs olyan, hogy
melyik alkalmasabb az e-sportra, hanem vannak játékok, mindegyik, szerintem mindegyiknek megvan az előnye meg a hátránya. Tehát az 1.6 azt szerintem így 2014-ben már nem marketingelhető, tehát azt nem mondhatod azt, hogy na ez egy versenyjáték, amikor ilyen kis kockafejű emberekre lövöldöz. A Cségó ilyen szempontból egy sokkal eladhatóbb, szebb dolog. Hát én jobban szeretek mostanában ugye Cségóval játszani, mert sőt, még Source-ra is jobban szerettem játszani. Nekem tetszik az, hogy jobb a grafika, tetszik a ragdoll modell, fizika. Szóval én szeretem, hogyha van egy ilyen fejlődés a játékokban, és hogy igenis jön az új verzió, akkor azzal kell megtanulni játszani. Akkor egy kicsit a régebbi Cs verzióknál maradva. Azért az e-sport karriered során több világversenyen is megfordultál, ahogy már korábban is említetted. Milyen a hangulata, milyen a milliója egy ilyen, ahogy visszaemlékszel még ezekre a WCG-kre, mekkora nyomás van a játékosokon egy ilyen világesemény? Nehéz ezt így átadni, szerintem fantasztikus érzésként lenni egy ilyen világversenyen. Emlékszem, hogy amikor akár 2001-ben, akár 2002-ben, amikor kint voltunk, ugye még a legelején, a Cs pályafutásomnak. Különben gyorsan visszakanyarodva, még az is, amikor elmentél egy Cs sörözésre, vagy egy magyar LAN-ra, amikor találkoztál személyesen azokkal az emberekkel, akikkel neten játszottál, és tudod, hogy ő ügyesen lőtt, meg ő, mit tudom én, ő egy jó irányító, és akkor bemutatkoztatok személyesen. Ez már magában egy tök jó érzés, hogy látod, hogy ki van a számítógép túloldalán. De amikor tényleg egy világversenyre mész, és az olyan nagy nevek, akikről movie-kat csinálnak, meg sztárolják őket, meg láttad, hogy úristen, mire képes, meg hogy a csapata mire képes, hát hogy velük találkozni, az jó érzés, meg jó érzés benne lenni ebbe a közegbe, hogy, és te is ide tartozol, te is elérted azt, hogy velük együtt játszhass. Úgyhogy ez mindenképp egy nagyon jó érzés. Az, hogy milyen nyomás van a játékosokon, hát attól függ, hogy milyen elvárásokkal indultok. Ugye amikor én az első versenyben voltam, akkor még így nagyon csak tapogatóztunk, hogy mit, hogy kéne csinálni, nem is voltunk rendesen felkészülve, a csapat fele az igazából csak így bambult ki a fejéből, hogy ezt megcsináltuk, és nem azzal foglalkoztunk, hogy na akkor most kéne igazán teljesíteni, hanem csak arról, hogy hopp, már megnyertük a dolgot, most már ez nekünk nyaralás. És ez nagyon rossz hozzáállás volt, ez az, ami miatt különben igazán motiváltak voltunk, hogy 2002-ben egy olyan csapatot rakjon össze, akinek van esélye a nemzetközi porondon játszani, és kétségtelen nagy nyomás ez a csapaton. Hát emlékszem, hogy tehát azt kell elképzelni, hogy kimentünk Koreába, ott elszállásoltak minket, és a szálláson volt egy terem, ahol lehetett gyakorolni. Ott előre fel voltak állítva a gépek, bármikor lemehettél, akár öten lemehettetek, taktikát gyakorolhattatok, bemehettetek szerverre, játszhattatok egymás ellen. Mi pont dumáltunk a Mausportosokkal, és akkor ellenük gyakorló meccseket játszottunk, meg svédek ellen is játszottunk gyakorló meccseket, vagy csak lövöldöztünk publikon. Ez nagyon jó hangulata volt, de azt kell tudni, hogy ugye ez mind kb. Egy nappal a verseny előtt volt, amikor az utolsó simításokat végeztük végre a taktikánkon, és olyan veszekedések betorkollottak néha ezek a gyakorlások, mert olyan feszültség van ilyenkor, mindenki ugye megpróbálja a legjobbat kihozni magából, és azért mégis lássuk be, fiatalok voltunk, gyerekek, és nem volt egy edzőnk, aki rendet tartson, hanem ezt általában nekem kellett ott rendet tartani. Mégis egyszerűbb, hogyha van egy ilyen edző figura, aki rendet tud tartani a csapatban, és nálunk ez ugye azért annyira nem volt meg, mert én is egy csapattag voltam. És volt, hogy konkrét veszekedésekbe fajultak az ilyen edzések, és hát meg persze az is volt, hogy már hónapok óta erre készültünk, és szóval ez fárasztó és megterhelő tud lenni. Említetted, hogy nem volt edzőtök, nem volt menedzser, aki úgymond a csapat mögött állt ilyen szempontból, és hogy azért némileg ráthárult ez. Hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket? Hogyan lehet ezeket a konfliktusokat, ezeket a feszült helyzeteket elsimítani? Hát rengeteg türelem kell hozzá. Rengeteg türelem kell hozzá, illetve tehát ezt nem tudja mindenki megcsinálni. Tehát ez kifejezetten olyan személyiség kell, aki nehéz ezt így elmagyarázni, de hogy
mert nem mondanám, hogy én kifejezetten empatikus vagyok, de valahogy, mert ugye általában nem, de így valahogy a játékon belül, meg a chain belül nagyjából érzem azt, hogy ki mit akar, hova akar eljutni, és egész értelmesen el tudom magyarázni az embereknek, hogy a csapatnak pedig mi lenne a jó, és mi lenne a cél. És ugye sikerül elmondani, megbeszélni a játékosokkal, hogy a csapatért csinálják azt, amit csinál, és mindenki a csapatért van, és ezt sikerül megértetni, akkor nyert helyzetben van az ember. De ehhez kellenek persze partnerek, és azért voltak olyan szituációk, amikor ezt így nehéz volt keresztül vinni. Pont különben akkor, amikor 2005-ös WCG-re készültünk, és megnyertük a kvalifikációt, akkor volt egy elég nagy összezördülésünk itt csapaton belül. Picky Deep, akik eleve nagyon erős személyiségek voltak, ők úgy gondolták, hogy nekik annyira nem fontos már gyakorolni, mert nagyon jó játékosok van nélkül is. És ez kétségtelen volt, tényleg nagyon jó játékosok voltak, de a csapatnak pedig arra volt szüksége, hogy az egész csapat fejlődjön, ne csak ők, mint játékosok, meg mint sztárok. Úgyhogy ez is egy nehéz lépés volt, mert ott tényleg meg kellett hozni azt a döntést, és ehhez is kell egyfajta személyiség, és szerencsére nekem volt lelki erőm megmondani nekik azt, hogy akkor, hogyha nem hajlandók velünk gyakorolni, akkor már pedig ki vannak rúgva, és másokkal fogunk menni a világversenyre. És persze ebből megint volt konfliktus, megint volt de kellett ez ahhoz, és utána persze kibékültünk, és megértették ők is, hogy igen, nem csak róluk szól ez az egész, hanem a csapatról szól, és ahhoz, hogy a csapat fejlődjön, ahhoz nekik is ott kell lenniük a gyakorlásokon, mert másképp ez nem megy. Még egy tulajdonság, ami kell ez az egészhez, az, hogy felvállald a konfliktusokat, hogyha vannak. És meg kell őket beszélni, mert ha nem beszélitek meg, akkor mindenkivel csak gyűlik, és nem vezet semmi jóra. Ha már szóba hoztad a csapatot, mint fontos tényezőjét magának a játéknak, és a legfontosabb alapelemét. Ha visszatekintesz a pályafutásodra, és jellemezned kéne a fopos vagy az Ancients-es időszakot, akkor mik lennének azok a jellemzők, amit a Csé meg a Csé Source csapatodra mondaná? Ez nehéz kérdés különben, mert más, két nagyon más csapatról volt szó. Szóval az az érdekes, hogy a FOP nekem mindig egy sokkal stabilabb dolog volt. De hozzáteszem érthető módon, hiszen akkor még a testvéremmel együtt játszottam. Tehát Predator 4 és én, mi ketten alakottuk igazából a gerincét annak a csapatnak ilyen irány, vonal szempontjából, nem skillből, egyszerűen csak, hogy mit tudtuk azt, hogy mikor mit kell gyakorolni, mennyit kell gyakorolnunk, mik a fontos dolgok, milyen irányba kell haladni a csapatnak úgy unblock. És sokkal könnyebb úgy vezetni egy csapatot, meg sokkal nyugisabb is különben, hogyha van valaki, aki melletted áll, és egy dolgot gondoltok ketten, és tudjátok, hogy abba az irányba kell menni, mert szóval mindegy, úgy egyszerű. És azt is el tudnám mondani még a FOP-ról, hogy az egy játékos állományban is egy nyugodtabb állomány volt. Igaz, hogy ott is volt Dozer, nagyon erős személyiség, ott is volt Morte, aki szintén nagyon erős személyiség, de velük azért sokkal harmonikusabb volt különben a kapcsolatunk, annak ellenére különben, de egyébként mind a két csapat feloszlott azután, hogy a nagy világversenyen túl voltunk. Ez sok minden dologtól függ, de mindegy, valahogy így alakult mind a két csapatnál. És az minden esetre a FOP az egy sokkal stabilabb, meg egy nyugodtabb csapat volt, mint az Ancients. Az Ancients ugye azzal a felállása, hogy Akira, Slobby, Picky Deep és én sokkal inkább olyan volt, mint egy időzített bomba. És ez látszott is abban, hogy tehát a sokkal nagyobb veszekedések voltak például az Ancients-ben, sokkal nagyobb széthúzás, de ez részben azért is volt, mert valahogy nagyobb energia is volt abban a csapatban. Tehát a Pikinek és a Deepnek a robbanékonysága az nem csak a játékban, hanem a személyes kapcsolataiban is előjött. És ezért elkerülhetetlen volt, hogy alapvetően egy nagyobb feszültséget kelljen egyben tartani. Úgyhogy az mindenképpen egy feszkósabb csapatot. És nagyon nagy segítség volt ott különben Akira, és Szabi is. A Szabi ilyen, tehát ő lágyította, tompította az ilyen konfliktusokat, akirára meg mindig tudtam számítani, hogy ő ott lesz mellettem, és segít abban, hogy jó irányba haladjon a csapat.
Úgyhogy hát azt hiszem ezt tudnám elmondani a két csapatról. Nem kifejezetten voltak tőmondatok, de ezt tudom mondani. Mely játékos teljesítménye, de itt nyugodtan a csapat teljesítmény is, tartod a csúcspontnak, és miért? Hát mindenképp én inkább csapat teljesítményről beszélnék, mert általában az én játékos teljesítményem, hogyha kiemelkedő volt, az általában nem jelentett jót, mert akkor általában nem nyertünk. Szóval inkább a csapat teljesítményre mondanám azt, hogy mindenképp az ECG negyedik hely az, ami nekem a legkedvesebb és egyben legfájóbb dolog is különben. Hát az volt talán a karrieremnek a csúcspontja, amikor 2006-ban egy nagyon szoros, és igazából nyert meccset buktunk el a hosszabbítás után, és lettünk negyedikek a Hannoveri ECG-n, pedig ott lehetett volna igazán nagyot alakítani. És ezt azért mondom, hogy szép emlék is, mert szép emlék a negyedik hely, de nagyon fájdalmas is, mert tényleg olyan hajszálon múlott, hogy ne a top 3-ba végezzünk, és itt a top 3 után még nagyon sok kérdőjel felmerül, hiszen azt hiszem a románokkal játszottunk volna a döntőbe jutásért, és tudtuk, hogy a románoknál jobbak vagyunk, tehát az sikerült volna. Egyszerűen sajnos a lengyel pentagram az szinte tényleg emberfeletti teljesítménnyel fordította vissza azt a meccset 12-3-ról, és nyerték meg hosszabbításban. De hát ezek a játékosok, akik ott játszanak, most is ott vannak a Cségó színben, a Neo és Taz, a Virtus Pro-t erősítik most, és hát még mindig a topon vannak. A 2005-ös WCG a mai napig az egyik legnagyobb hazai e-sport siker sokak szerint, főleg csapat FPS-ekben. Akkoriban hogy gondolkodtatok erről a WCG-s teljesítményről? Ez igen érdekes különben, hogy nekem az ECG az közelebb áll a szívemhez, pedig a tényleg a WCG legjobb 8-ba jutás az addig, és azt hiszem azóta is példátlan siker volt. De valahogy, igen, nehéz ezt így megfogalmazni, de valahogy nem hangzik olyan jól a legjobb 8. Még akkor is, amikor tudom jól, hogy mennyire nehéz eleve egy világversenyen és WCG-n kijutni a csoportból, mert próbáltuk egy párszor, és nem mindig sikerült, sőt, igazából egyszer sikerült. Csak valahogy ott nem éreztem olyan közelinek azt, hogy tovább is menjünk, mert ott az oroszokkal kerültünk össze, akkor éppen orosz volt a szorszos Virtus Pro csapata, és ők azért eléggé megettek minket. Még akkor is, hogyha azt hiszem az egyik pályán volt esélyünk, de igazából ez a 8. hely ez olyan volt, hogy kb. Ennyi volt a csapatban. Tehát nem éreztem, hogy olyan... Tehát, hogy szerencsével talán tovább mehettünk volna, tehát nem volt ebben sajnos több. Az ECG-n meg pont azt éreztem, hogy egy nagyon kis szerencsével sokkal-sokkal több lett volna a csapatban, mint amennyit végül a negyedik hely mutatott. Úgyhogy ezért volt ez nagyon fájdalmas, de kétségtelen különben, hogy a WCG szereplés is szóval elég jól sikerült. És mondom se kell, hogy például Szingapúrban, tehát az egész szingapúri útunk az csodálatos volt. Tehát eleve Szingapúr nagyszerű hely, a szervezés is tökéletes volt, és az, hogy sikerült azért jól játszanunk, mert tehát a csoportkörből elég jól sikerült kijutnunk, az még hab volt a tortán, hogy ne is úgy kelljen hazakullognunk, hogy még a csoportból se jutottunk. Főleg a Reason Gaming elleni kezdőlök, és az hatalmas volt. Na de visszakanyarodva, azért mégiscsak abba hagytad egy idő után ezt a Counter-Strike-os karriered. Mi volt ennek az oka, hogy visszavonultál? Több oka is volt, ugye elsősorban az volt az oka, hogy a Source, mint versenyjáték azért nem maradt meg. Tehát azzal, hogy mi jók vagyunk Source-ban, nem lehetett igazán komoly sikereket elérni, mert a nagyobb versenyek 1.6-os versenyek voltak. És ennek következtében szépen lassan a csapat is elvesztette a motiváltságát. Ugye az az Ancients feloszlott, kicsit lett belőle egy Stavros, Kuli, MPP, Flavius felállással egy másik Ancients, akikkel különben szintén nagyon jókat játszottunk, és netes ligákban is nagyon jól szerepeltünk, de külföldi LAN-ra nem,
nem is hiszem, hogy mentünk, sőt, szerintem nem mentünk egyáltalán, mert már nem volt hova. És ez az egyik dolog, a másik meg, hogy ekkorra jött el az az idő, amikor el kellett döntenem, hogy igenis ott hagyom az egyetemet, és ezt nem fogom tovább csinálni, és a saját lábamra kellett állni, el kellett kezdenem dolgozni. És munka mellett már sokkal nehezebb lett volna tartani azt a színvonalt, és nem is mondom, és nem is volt nagyon motivációnk tovább tartani azt a színvonalt, mert nem volt mit. Tehát az, hogy ilyen netes ligákban, igaz, nemzetközi netes ligák voltak, de valahogy már nem motivált minket annyira. Úgyhogy szép lassan leépült a Source-os pályafutásom. Aztán, ahogy a Source, illetőleg az utóbbi időben az egyhatnak is leáldozott, meg megérkezett a Cségó, te is visszatértél. Mi vitt rá, hogy újra a pályára lépj a Cségóba? Amikor kijött a Cségó, akkor igazából egyáltalán nem érdekelt. És eltelt majdnem egy év, mire azt gondoltam, hogy jó, letöltöm, megnézem, hogy mi van itt, meg hogy mi ez egyáltalán. És a nagy meglepetés az az volt, hogy mivel senkit nem ismertem, már itt úgy értem, hogy akikkel régen együtt játszottam, azok már nem nagyon játszottak, az új emberekből nem tudtam, hogy most ki szorszozik, ki egypont-hatozik, de Cségóban senkit nem ismertem igazából. És mégis, ugye ez az MM rendszer, a matchmaking, ez lehetővé tette, hogy én 5v5 meccseket játszak, igaz, hogy tök random emberekkel, de mégis viszonylag rendezett kereteken belül rendes meccseket játszottunk, amit én szerettem. Tehát én Cségben is, és egy Source-ban is, meg 1.6-ban is mindig ezeket játszottam. Nagyon ritkán mentem publicra, maximum, hogyha gyakorolni akartam, vagy levezetni a feszültséget. És ez megtetszett. És játszogattam vele egy ideig, és aztán, mint kiderült számomra, egyre nagyobb felhajtás lett a Cségó körül, illetve amikor végképp átálltak a versenyek Cségóra, és az 1.6-os szín is végül is átmigrált Cségóra, akkor döntöttem úgy, hogy lehet, hogy ha már úgyis játszok vele ennyi időt, akkor lehet, hogy ezt érdemes lenne egy kicsit komolyabban venni. Kodiak név azért egy korosztálynak sokat jelentett, és egyet jelentett a professzionális játékkal. A mai fiataloknak szerinted mit mond? Hogy őszintén legyek, nem tudom, hogy mit mond a mai fiataloknak. Azt tudom, hogy ők valószínűleg a videókból ismernek engem. És hát a videók azért azok ugye elég pozitív képet festnek, mert abban nem raktam bele, hogy mellé lövök, meg leesek a létráról, meg ilyesmi. Úgyhogy egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen utopisztikus képet festhet rólam, hogy én milyen vagyok. Szóval valószínűleg innen ismer a fiatalabb korosztály. Azok, akik játszottak ellen, az meg megint egy más kérdés. De az utóbbi időben láthatjuk, hogy újra összeállt az Ancients, legalábbis ilyen név alatt játszottak újra. Mit gondolsz, ez az újra összeállt csapat, vagy ez az új Ancients, ez mennyire lesz képes felvenni a versenyt a fiatal csapatokkal? Nehéz ezt megmondani. Én nagyon szeretném, hogy mi egy jó csapat legyünk. Tökre megvan a lehetőség ebben a csapatban. Ugye a jelenlegi felállás az, hogy NKR, Vice, Dead Fox, Resist és én. Sajnos, mivel ugye dolgozunk mellette, tanulunk mellette, illetve Resist mind a kettőt csinálja, dolgozik és tanul is, így jóval kevesebb időnk van gyakorolni, mint amennyi elég lenne ahhoz, hogy mi igazán jó csapat legyünk. Szóval én azt tudom most mondani, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy jók legyünk, de egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerülni fog. Ugye már próbálkoztunk, tehát az előző ICR-re lementünk egy kicsit más felállással, akkor még Dev, Xerox, Vice, NKR és én volt a felállás, és különben viszonylag sokat gyakoroltunk, tehát az a felkészülési mennyiség az már elég lett volna valamire, hiszen már volt egy pálya, amit nagyjából sikerült begyakorolnunk, hogy már csak 5 volt hátra, amit meg kellett volna csinálni, de az sajnos nem fért bele. De nem sikerült új eredményt elérni. És hát az idő fogja ezt megmondani, hogy a mostani csapat az mire lesz képes. Mondom, mi próbálunk a lehetőségeinkhez mérten készülni,
és igyekszünk a hát legalább a magyar top csapatok szintjére felfejlődni, és hát mondom, idővel derül meg ki, hogy ez mennyire fog sikerülni. Azonban egy dolgot nehéz kizárni, ez pedig azért az, hogy korosodunk. Mit gondolsz a tapasztalatod, az, amit felhalmoztál Csében, az kompenzálni tudja azt a úgymond hátrányt, hogy már nem abban a korban vagy, amikor a legjobbak ezek a reflexek, legjobb a teljesítmény? Hát ez egy kísérlet. Ez egy nagyon érdekes kísérlet lesz, hogy az öreg Cody 35 évesen meg fogja tudni tanulni cségózni. És különben engem is tökre érdekel, hogy mivel tudok kompenzálni. Tehát tény, hogy nem vagyok olyan gyors, mint Kenyes, vagy nem tudom, Nothing. De nem is biztos, hogy kell olyan gyorsnak lennem. Tehát, hogy mondjam, egy csapatban kellenek olyan emberek, akik nem kötelezően azok a mindenkit belül, minden pozícióban, legagresszívebben játszik, és a többi. Hanem kellenek olyan emberek, akik csak ott vannak a jó helyen, jó időben, és hoznak egy stabil formát. Szóval én azt gondolom, hogy régen is egy csomó mindent kellett észből csinálnom, mert régen sem én voltam a leggyorsabb és a legügyesebb játékos ebben a játékban, sőt. Úgyhogy, sőt, amikor én megtanultam játszani, akkor még úgy tanultam meg játszani, hogy 130-as pingem volt és 30 FPS-em, és egyszer meg kellett tanulnom azt, hogy ahhoz, hogy eltaláljam az ellenfelet, elé kell lőnöm, mert akkor bele fog futni a golyóba, ha rálövök, akkor ugye mire odaér az én golyóm a 130-as pingennel, már rég nem lesz ott. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek az alkalmazkodások, ezek mindig jól mentek nekem, és hát most majd kiderül, hogy mennyire fog nekem jól menni. A elsősorban persze arra akarok hagyatkozni a játékban, hogy igen, van tapasztalatom, igen, nagyjából tudom, hogy mi fog történni, vagy az ellenfelem mit akar csinálni, és hogyha ő agresszívan le akar lőni, akkor én megpróbálom ezt elkerülni, és olyan szituációt kihozni az egészből, amiben nem lesz erre lehetősége, vagy pedig van annyira előnytelen pozícióba fog kerülni, ahol már lehet, hogy ügyesebb, de nekem annyira jobb a pozícióm, vagy talán meg tudom oldani úgyis. Az az érdekes, hogy ezt még öcsémtől tanultam, ő nagyon, nagyon olyan játékos volt, hogy neki sokkal jobb reflexei voltak, mint nekem, sokkal jobban lőtt, mint én, mégis soha nem adta meg az ellenfelének azt a lehetőséget, hogy egy kicsit is előnyből induljon. Még úgy is, hogy akár hogyha jobb volt nála, akkor is inkább egy olyan szituációba kényszerítette, ahol neki még rosszabb lesz. És azt gondolom, hogy egy kis taktikázással, egy kis okoskodással vannak szituációk, amikből így ki lehet menekülni. És a magad előnyére fordítani a helyzetet. Annak ellenére is, hogy hát tegyük fel az ellenfél jobb. Egy másik dolog, ami különben ide kapcsolódik, és ez lehet, hogy csak az én makacságom, de ez a makacság is különben jót tesz ebben a játékban, hogy én nem szívesen adom fel a dolgokat. Még akkor se, hogyha én vagyok a rosszabb helyzetben. Akkor is megpróbálok találni valami olyan szituációt, olyan helyzetet, amit az előnyömre vagy a csapat előnyére lehet fordítani. Ugye elég sokszor van matchmakingen is, hogy olyan játékosra találkozunk, aki nem biztos, hogy tisztán játszik. És tök fontos szerintem az a mentalitás, hogy ne azt a kifogást keresd, hogy ő most csal, és akkor ő most már akkor biztos nyer, mert biztos jobb, mert neki könnyebb. Mert ez nem fogja előre vinni se a te fejlődésedet, se a csapatodnak a győzelmét. Hanem azt kell nézni, hogy jó, lehet, hogy csal, lehet, hogy ügyesebb, lehet, hogy jobban lő, lehet, hogy mit tudom én, bármi. Lehet, hogy jobbak a reflexei, akkor is meg kell neked találnod azt, vagy hát nekem meg kell találnom azt a helyzetet, vagy azt a megoldást, amivel ezt semlegesíteni tudom, amivel olyan szituációba kell neki kerülnie, hogy ezzel nem fog sokra menni. Pont most néztem különben egy videót, amiben Pasa játszik a haverjaival és streamel, és összekerülnek egy cheaterrel. És a Pasa legnaívabb hozzáállással mondja így, hogy de nem csal, csak ügyes. És akkor jön a gyerek, kifut a trénen középen, négy fejest osztik kb. 3 másodperc alatt, és akkor a Pasa is így néz, úristen,
de egy pillanatig nem mondja azt, hogy na hát akkor ez csal, akkor most ezt hagyjuk abba, inkább lépjünk ki. Hanem azt mondja, hogy nem gyerekek, majd veszek AVP-t és lelövöm. És kimegy, megpróbálja lelőni, nem sikerül neki persze, mert sokkal gyorsabb a gyerek. De meghal, akkor ott elképet, hogy úristen, miért lőtt ez a fickó, nem baj, következő körben is megpróbálja, és egész végig nem adta fel. Tényleg, egy pillanatig nem az látszott rajta, hogy jó, jó, akkor eldobom az egeret, és akkor ne, majd akkor jó, és csalt és nyert, hanem megpróbálta megoldani a szituációt, megpróbálta a lehetetlent is igazából. És ez a hozzáállás kell szerintem ahhoz, hogy valaki jó legyen. Hogy sose gondolja azt, hogy veszve van a helyzet, mindig megpróbálja a maximumot kihozni. Persze nem lehet mindig nyerni, ez egyértelmű, de hogyha te mindent megtettél, akkor legalább a te lelki ismertet tiszta. Nagyon fontos dologról beszéltél, úgy gondolom, mert a jelenlegi korosztályból és a játékosokból azért sokukból hiányzik ez a fajta kitartás és alázat a játék irányába, meg a többi játékostárs irányába. És hogy át is kanyarodjunk ezzel a hazai közösségre és a hazai kompetitív vonalra, te magad mennyire ismered a magyar csapatokat? Szerinted kik azok, akikre érdemes odafigyelni és lehetőség van bennük? Az az igazság, hogy a magyar csapatokat ugye csak annyira ismerem, amennyire az ICL ellen voltak, a múltkori ICL-en mi is ott voltunk. Ugye ott a Wild volt nagyon jó, ők nyertek, akkor ott volt még az Ilex, akik azt hiszem azóta már felosztottak, hozzáteszem a Wild is felosztott azóta, ami megint egy olyan tendencia, ami nem a legjobb, de ez egy másik, hiszem egy másik kérdéshez tartozik. Ugye a Wildból lett most a Volgár és a Revolte, talán ilyen néven mennek, az egyik talán Flash irányítása alatt, a másik meg a RML, Twist, Klomp, stb. Ők biztos, hogy nagyon jó csapatok, hiszen nagyon jó játékosokból állnak, akik tapasztaltak is. Úgyhogy ugye mi most készülünk a következő ICR-re, ahol valószínűleg ők is ott lesznek, úgyhogy velük mindenképp számolunk, mint komoly ellenfél. És most biztos ki fogok hagyni valakit, ami miatt azt gondolják, hogy én lenézek mindenkit, de egyszerűen most így hirtelen nem jut más az eszembe. Ugye volt a Viv Gaming, aki megvert minket a múltkori ICL-en, na ott onnan sikerült elhappolnunk Dead Foxot, a csapat meg felosztott, amennyire én tudom. Úgyhogy most ott nem tudom, hogy azok a játékosok hol játszanak. Illetve ugye igen, az Ilex-ről beszéltem, akik szintén talán felosztottak, bár azt hallom, hogy belőlük ilyen zen vezetésével valami másik csapat is játszik, de őket még nem olyan láttam. Szóval igen, de ha már itt tartunk, ugye elég kaotikus a magyar szín, és nagyon jellemző, és azt mondom, régen is jellemző volt, és nagyon-nagyon nem tartom én személy szerint jó dolognak, hogy ilyen gyorsan cserélődnek a line-upok, kavarognak a csapatok, mert egy igazán jó csapatot nem egyszerű összerakni, és hogyha összeraktad, az annak még mindig kell egy fél év, akár egy év, hogy igazán összeszokjanak benne a játékosok, és megtanuljanak együtt játszani, és érezzék a csapatunkat. Úgyhogy én nagyon sajnálom különben ilyen szempontból, hogy a Wild az felosztott, mert bennük tökre volt potenciál, egy tök jó csapat voltak szerintem. És most erre csináltak két csomagukból két csapatot, akik biztos szintén jók lesznek, de nem tudom, hogy eléggé ahhoz, mint amennyire volt. Az a régi Wild, vagy ez a, hát nem is olyan régi azért, adja a magyar Counter-Strike válogatott gerincét is. Milyennek látod az esélyét egyébként a magyar csapatnak, a magyar válogatott csapatnak? Ugye most zajlik párhuzamosan velünk az EB. Én nagyon drukkolok a srácoknak. Ugye, hát igen, Moldovát sikerült megverni, így bekerültünk a rájátszásba, vagy legalábbis a csoportmérkőzésekbe. És itt sajnos az első meccsünkön kikaptunk Hollandia ellen egy nagyon szoros meccsen, ami nem a legjobb, mert hogyha ugye két csapat jut tovább a csoportból, akkor innentől elméletileg minden meccsünket nyernünk kéne ahhoz, hogy kijussunk biztosan. Na most ugye most zajlik a magyar-cseh meccs, amit igazából hozni kéne mindenképp, és még mindig ott vannak az ukránok, akik veszélyesek lehetnek. Sőt, még a egyesek azt mondják, hogy a Bosznia-Hercegovina is problémát okozhat, bár ott azt hiszem csak egy jó játékos van, akire figyelni kell, és hogyha neki éppen nincs jó napja, akkor lehet, hogy a
a csapatnak se fog annyira menni. De mondom, hogyha a mai meccset nyerjük, akkor még az ukránokkal kell egy jót játszani, és akkor elméletileg megvan a továbbjutás. Ha már a válogatottnál tartunk, ugye rendszeresen streameli a Vine TV a válogatott mérkőzéseit, és te is részt veszel ebben, szakkommentátor, hogyha mondhatom így. Emellett saját magad is üzemeltetsz egy stream csatornát, és ehhez kapcsolódóan kérdésem az lenne, hogy rengeteg gameplay csatorna és ilyen megmondó ember van manapság ebbe a magyar netfaluba. Neked mi a célod ezzel? Miért kezdtél bele ebbe a streamerkedésbe? Hát elsősorban azért kezdtem bele, mert volt rá igény. De tényleg, tehát én nem bánom, hogyha nézik, ahogy én játszom, ez sose zavart engem, sőt, szeretem. És tökre van igény arra, tehát elindítom a streamet, és csak játszom, és ott van 150-200 ember, és nézi, ahogy játszunk a srácokkal. És ez szerintem tök jó, hogyha mások erre kíváncsiak, az nagyszerű. Próbálok persze most már más dolgokat is belevinni, hogy izgalmasabb legyen a stream, tehát ne csak azt lehessen nézni, hogy mi ott ülünk, azt lövöldözzük az embereket. Bár néha egész jó meccsek vannak meg, ott van kuli, akkor szuper jó a hangulat, úgyhogy én élvezni szoktam ezeket a dolgokat, és hogyha mondom, más kíváncsi erre, vagy szívesen nézi, az annak csak örülök. Mit gondolsz a streamereknek a felelősségéről? És ebben azért, mivel egy kiemelkedő játékos vagy, akire sokan figyelnek, mennyiben szerepe, mennyiben felelőssége az ilyen videós figuráknak, úgymond a közösséget támogatni, a tudását, saját tudását megosztani másokkal? Én nem gondolom, hogy ez bárkinek felelőssége vagy kötelessége lenne. Én azt gondolom, hogy vannak olyan streamerek, akik csak szórakoztatnak, vannak olyan streamerek, akik csak játszanak. Tehát mindenki, gondolom, ezt azért csinálja, mert szereti csinálni, hiszen igen, tehát ez egy hobbi. Én a magam részéről szeretek, hogy mondjam, már a kezdetektől fogva, tehát amikor elkezdtünk még tényleg a FOP-pal taktikákat gyártani, komolyabban készen, stb. Ugye nagyon sok időt beleöltünk abba, hogy megcsináljuk ezeket a taktikát. Nagyjából különben, tehát ott is sokszor én csináltam meg, és akkor leírtuk, mikor kell dobni a flash-t, hova kell bemenni, hányan, mit csinálnak, hol terel, stb. És ezek megvoltak, ez egy elég nagy ilyen tudásbázist halmoztunk fel, amit különben kár lett volna nem megosztani, mert utána, amikor sőt, még talán még meg is volt a FOP, amikor ezeket kiadtuk, hogy mindenki lássa azt, akinek mondjuk nincs ilyen csapata, vagy még nem kezdett el komolyabban játszani, hogy lássa, hogy hogyan épülnek fel a taktikák, kb. Mit csinálnak a nagy csapatok, hogyan lehet az ellen reagálni, vagy arra reagálni. És ezt most is folytatnám, sőt, folytatom is, mert ugye én is most szépen tanulom a játékot, a cségót, illetve a csapatunkkal ugyanúgy csináljuk a taktikákat, nézzük azt, hogy mi működik, mi nem, elemezzük a külföldieknek a demóit, és ugyanúgy szépen halmozódik fel egy ilyen tudástár, ami aztán jól jöhet mindenkinek, amit aztán lehet használni, és akkor ugye ezekből most csináltam ilyen füstdobálós tutoriált, hogy hova kell dobni a füstöket, hova kell állni, hogyan, mi az, amire ez jó. És van még tervem, hogy egyfajta ilyen, tényleg egy ilyen tudástárat létrehozzak, amiben a kezdő játékosok el tudnak igazodni, hogyha becsöppen a Source világába, akkor ne az legyen, hogy hirtelen nem tudja, hogy hol keresse a CFG-jét, vagy hogy hova dobja a füstöt, vagy egyáltalán mire való a páncél a játékban, vagy hogy mit érdemes venni, melyik körben. És különben lehet, hogy ez is abból fakad, mert hogy a szüleim azok pedagógusok, és hogy én is valahogy ezt így átvettem tőlük, hogy így meg kell osztani a tudást másokkal. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen példaértékű, és reméljük, mint több magyar játékos, mint több játékban lép ugyanerre az útra. Hogy egy kicsit átkanyarodjunk, és így kitágítsuk magát a nézőpontot, azért az e-sport és az e-sportok világa nem áll távol tőled, de maga ez az e-sport kifejezés, nem tudom, hogy akkoriban inkább talán cybersportoknak nevezték, amikor te elkezdtél játszani a Counter-Strike-kal, de nagyon megosztja a közvéleményt.
szerintem a cybersport kifejezés is, meg az e-sport kifejezés. Te mit gondolsz, miben áll az e-sport vagy cybersport? Honnan beszéltük valakiről úgy, hogy e-sportoló? Hű, ez egy nagyon nehéz kérdés, és aztán erre nem is tudok válaszolni így, hogy mi a definíció, vagy hogy mi az, ami meghatározza. De talán azt tudnám mondani, hogy aki versenyszerűen játszik másik játékos ellen számítógépes játékot, az végül is e-sportol, mert hát alapvetően ez hasonló, mint bármilyen másik sport, csak kevesen mozgással jár persze, de mint például a sakk, hát a sakkozókat is sportolónak hívják, a számítógépes játékosokat meg e-sportolónak. Hogy onnan lesz valaki profi játékos, az megint egy másik lépcső, mert ahhoz, hogy valaki profi játékos legyen, ahhoz az kell, hogy ezért fizetést kapjon, vagy meg tudjon élni belőle. Na most ez az, ami szerintem nálunk még egy kicsit messze van. Ugye külföldön ez egy működőképes modell, ha nem is mindenkinek, de egy pár szerencsés embernek igen. Ők igazi profi e-sportolók, akik meg tudnak ebből élni. Az már megint egy más kérdés, hogy mi kell ahhoz, hogy jó legyen valaki, de az meg nagyon függ attól, hogy milyen játékkal játszik, mert más tulajdonságok kellenek a CS:GO-hoz, más tulajdonságok kellenek egy RTS játékhoz, vagy akár egy Hearthstone-hoz, egy kártyás játékhoz. Mit gondolsz? Mi az, ami szükséges előfeltétele, hogy valakiből jó CS:GO játékos legyen? Ez is egy érdekes kérdés, és nem is biztos, hogy ezt meg tudom válaszolni. Én azt tudom, hogy nagyon hasznos dolog, hogyha valaki kitartó. Nagyon hasznos dolog, hogyha valaki nem adja fel. Illetve alapvetően ahhoz, hogy valaki jó CS:GO játékos legyen, egy jó csapatjátékosnak kell lennie. Tehát fel tudja az fogni, hogy ez nem egy egyéni játék, hogy ez egy csapatjáték, hogy ez nem arra megy, ki hány freget lő, ez nem arra megy, hogy ki mennyire volt ügyes, vagy persze arra, hogy ki mennyire volt ügyes, de ez nem abban mérődik le, hogy mennyi ember tölt meg. Hát lehet, hogy lelövöldözött négyet, és a maradék egy megnyeri a kört, és annak semmi értelme nem volt az egésznek. És vannak olyan játékosok, akik le se lövik az ellenfelet, és meg tudják nyerni a kört. Szóval kell egyfajta játékintelligencia. Persze ez jöhet gyakorlással, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valaki magas szintre vigye ezt a játékot, elsősorban elég nagy elhivatottság kell, meg kitartás. Ezen innen aztán még ezer dolog lehet, mert ugye nagyon sokféle játékos van, ugye van. Tehát hogyha csak az én csapataimat nézem, amiben én játszottam, az Ancients az úgy volt jó csapat, hogy ott volt benne Piki, aki alapvetően egy nagyon értelmes gyerek volt, de alapvetően önző és egoista, és veszedelmesen jó. Tehát ő neki például nem volt a fejében kétség afelől, hogy ne ő lenne a világ közepe. És ez mint emberileg egy tulajdonság nem kötelezően a legjobb tulajdonság, mert sok feszültséget szül, de a játékban, és különben Deep pont ugyanilyen volt. Deep az szintén megvolt róla győződve, hogy ő hibátlan, tehát ő nem tud hibázni. És bizonyos szituációkban ez a vak hite az önmagának a képességeiben hozta meg azokat a hihetetlen dolgokat, amiket ők ketten például csinálni tudtak. Piki például egyedül megette a Virtus Pro-t, akik az a legjobb orosz csapat voltak. Tehát a WCG-n, Szingapurban az oroszok azok szerintem a hajukat tépték, hogy a Piki 40 freget lőtt kb. Ellenük, és nem tudtak vele mit csinálni. Pedig úgy képzeled, hogy az oroszok azok ugye nem arról híresek, hogy ők figyelmetlenek, meg nem jól lőnek, hanem nem, azok nagyon-nagyon jól lővő játékosok voltak, Piki mindegyiket megette. Tényleg nem tudtak el vele mit csinálni. És mégis azért sikerült elveszítenünk a meccset, szóval persze ez nem rajta múlott, és nem is azt mondom, hogy azért ő rossz játékos, mert elvesztette a meccset, azért mert sok freget lőtt, nem, ő nagyon jól játszott akkor is, egyszerűen csak
az, hogy neki ilyen személyisége volt, az segítette hozzá, hogy ennyire jó legyen. Hogy egy pillanatig nem kételkedett abban, hogy ő meg tudja csinálni, vagy nem. Mindemellett egy csapat nem tud öt pikiből állni, mert nem marad egyben. Kellenek olyan személyiségek is a csapatban, mint például én vagy Slobi, akik hajlandóak engedni, akik hajlandóak meghajolni egészen addig, amíg ezt a csapat érdekei kívánják, és egybe tudják tartani ezt a csapatot úgy, hogy ez még működőképes legyen, és úgy kialakítani a taktikákat, meg úgy kialakítani a felállásokat, hogy teret kapjon például a pikinek, meg a díknek az erőssége, például nagyon jól AWP-ztek, és akkor mi nem vettünk AWP-t, lehet, hogy persze nem is AWP-ztünk olyan jól, mint ők, de fel is adtuk ezeket az ambícióinkat, mert tudtuk, hogy a csapat érdeke azt kívánja meg, hogy a piki és a díp AWP-zen. Akira is ugyanilyen játékos volt, hogy pontosan tudta, mikor, hol kell lennie, pontosan tudta, hogy neki mi a feladata, neki az volt a feladata, hogy be kell menni előre, hogy meghaljon, akkor ő bement előre és meghalt. És nem kérdezett, tudta, hogy neki ez lesz a dolga, és megcsinált. És kell olyan játékos is, ugye, akik hajlandóak arra, hogy mindent feláldozzanak a csapatért, hogy feláldozzák azt, hogy ők most tényleg nem lesznek hírneves izék, nem lesz frag movie-juk, mint pikinek, vagy tudom én. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem lehet egy-két személyiségjegyet felsorolni, amitől jó játékos lesz valaki, hanem kell egy olyan csapat, amiben megvan ez a keverék, ez az összhang, amiben van mindenkiből egy kicsi, és mindenki hajlandó, még hogyha ugye, mint a sztoriban meséltem, mi esetünkben kis ráhatással, megveszekedéssel, de megérteni azt, hogy ez egy csapatjáték, és hogy a csapatnak az érdeke a legfontosabb, és ezért vannak bizonyos dolgok, amiket le kell nyelni, és hogyha kellemetlen, akkor is végig kell csinálni, mert csak úgy leszünk jó. Aztán kimerítő válasz volt, azt hiszem, de hogy tovább faggassalak. Mit gondolsz a jelenlegi e-sport környezetben? Ahol a Csígó azért masszívan tartja még az FPS-ek vonalát, de mégis ezek az új hullámos mobák hatalmas nagy teret nyertek. Mennyiben lehet képes hosszú távon a Csígó megragadni az e-sport mezőnyben? Akár a mobák mellett, akár a rivális FPS-ek mellett. Vajjaj, azt hiszem olyan területre tévedtünk, ahol Kodi el van veszve. Mert fogalmam sincs. Az igazat megvalva, tehát a mobát nem is tudom, hogy minek a rövidítése, azt sejtem, hogy ez a Dota meg LOL féle dolgok, de még ebben is lehet, hogy tévedek. És igazából az, hogy ezekkel a játékokkal szemben milyen esélye van a Cségónak, azt nem tudom, hiszen ezek is csapatjátékok, ami tök jó. És ami csapatjáték, azt szerintem már eleve egy kicsit, hogy mondjam ezt, nekem mindig szimpatikusabbak voltak a csapatjátékok. És minden mellett ugye látjuk azt, hogy a StarCraft micsoda népszerűségnek örvend, mit tudom én, Koreában, és hogy tehát egyéni játékoknak is simán lehet akkora hype-ja, meg akkora népszerűsége, mint egy csapatjátéknak. Úgyhogy nem tudok sajnos erre válaszolni, meg azt se tudnám megmondani, hogy a más FPS-ek mellett én csak remélni tudom, hogy a Csévó megmarad, mint vezető FPS, mert egy, én szerettem a Cségót, kettő, igazából azért nem mondanék elő semmit, mert nem nagyon játszottam mással. Arról tudok talán mondani valamit, hogy szerintem a Cségó miért lett népszerű. Tehát én azt látom, hogy a Cségóban most, hogy bevezették ezeket a skineket, meg microtransactionöket, meg egy kicsit így színesebbé tették a játékot ezzel a workshoppal, meg a marketplace-szel. Ez szerintem óriási nagy lökést adott neki. És nem csak ez, hanem az, hogy nagyon profi felületen lehet most már követni a Cségót. Nem csak streameken, hanem hogyha nézed a játékon belül GoTV-t, akkor is hallod a Shoutcasternek a hangját, nézheted az ő szemszögéből, ahogy ő állítgatja a monitort, és hát ő állítgatja a nézetet, hogy kit néz éppen.
De nézheted totál egyedül, csak úgy, ahogy te szeretnéd, annak a szemszögéből, akinek a szemszögéből akarod, akár ki is kapcsolhatod a kommentárt. Úgyhogy nagyon-nagyon felhasználó baráttá tették. Én különben tökre csodálkozom, hogy ez ilyen sokáig tartott, mert meg hogy ilyen lassan jöttek rá, hogy ez mennyire fontos. De látod esélyét annak, hogy a régi korokhoz hasonlóan, vagy a régi időszakhoz hasonlóan Cségóban is kitermeljen a magyar közösség olyan csapatot vagy csapatokat, akik külföldön is megállják a helyüket? Az a baj, hogy szerintem amíg megvan ez a tendencia, hogy a csapatok ilyen gyakran változnak, és ilyen, tehát hogy minden egyes kudarc után oszlás van, sőt van, hogy nem kudarc után, hanem győzelem után összevesznek, oszlanak, újra alakulnak, stb. Így nem látom azt, hogy lenne olyan csapat. Pedig amit látok, az tökre az, hogy több tehetséges játékosok vannak. Nagyon sok ügyes játékosok van Magyarországon, egyszerűen csak nincsen csapatuk. És azok a csapatoknak folyton oszlanak, összeállnak, és hozzáteszem, talán kicsit vissza kell kanyarodni oda, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki sikeres e-sportoló legyen. Azt gondolom, hogy sok emberből hiányzik pont az a rugalmasság, amiről beszéltem, hogy például a Szabiban, Akirában, meg bennem tökre megvolt, hogy hajlandóak legyünk engedni azért, hogy a csapatnak jobb legyen, mert ez az, amitől összeállhatnak a csapatok, és úgy maradhatnak. És amíg ez hiányzik a jobb játékosokból, és nem tudnak megegyezni a csapattársaikkal, és nem tudják félretenni a tényleg néha gyerekes ellentéteiket, addig nem lesz olyan csapat, ami sokáig megmarad, és hogyha nem lesz olyan csapat, ami sokáig megmarad, akkor nem látok esélyt arra, hogy komoly eredményt érjünk el. És itt jegyezném még meg azt, hogy egy kicsit különben meg is lepődtem, hogy én azt hittem nagyobb az a cségós szín. És kicsit most úgy érzem, hogy nem is olyan nagy, mint amire én számítottam. Tehát, mintha nem is tudom, talán még a szorsos szín is nagyobb lett volna ennél, amikor én játszottam. De tökre lehet, hogy tévedek, csak valahogy ez az érzésem. És még biztos vagyok benne, hogy nem ismerem az összes játékost a magyar színen belül, mert így a komolyabb csapatokat sem, mindet. De abból kiindulva, hogy ugye a nemzetközi versenyeken senki nem indul igazán, talán a Polgár Wild-on kívül, én nem tudok róla. A magyar versenyeken, meg magyar netes ligákban még nincs olyan túl sok csapat, úgyhogy nem tűnik olyan óriásinak ez a szín, ami szintén egy kicsit arra enged következtetni, hogy így nehéz lesz egy olyan csapatot kitermelni, ami meg tudja állni a helyét külföldi versenyeken is. Szerinted mire van a legnagyobb szüksége a magyar cségónak? És kitágítjuk egy picit a magyar e-sportnak, hogy felzárkóznak a nyugati, vagy akár a távol-keleti társaihoz. Hát az az igazság, hogy nagyobb, én azt gondolom, hogy nagyobb bázis kéne, nagyobb merítés, tehát hogy több ember játszon, több ember lásson ebben fantáziát, és akkor ha több játékosunk van, akkor talán több esély van arra, hogy ki fog alakulni egy jó csapat. Persze ahhoz, hogy több ember játszom, vagy több ember lásson ebben a fantáziát, tök jó lenne, hogyha komolyabb díjazású versenyek lennének, nem lenne ennyire bonyolult például egy magyar verseny. Nem is azt mondom, hogy bonyolult, még igazából nem bonyolult az ICL, de ez elég jó lehetőségi gyakorlásra, csak nem kifejezett, egy kisebb csapatnak nem kifizetődő, mert viszonylag drága a nevezési díj, ugye főleg, hogyha nem pestiek, vagy nem váciak, akkor macerás megoldani, hogy pár napról elszállásolják magukat, illetve, hogyha kisebb csapatról van szó, akkor valószínűleg nyereményük se lesz, tehát ez egész igazából egy nyaralásnak fogható fel, ami persze tök jó gyakorlás, csak nem biztos, hogy mindenki ezt megengedheti magának. Gondolkodtál azon, hogy a Kodiak név az a sok embert szólíthat, úgymond újra, játékra vagy játékba a csőben? Én igazából nem gondoltam erre, de úgy látom, hogy ez a helyzet. Tehát tökre azt látom, hogy egy csomóan írnak, hogy hát elkezdtél lejátszani, akkor én is kipróbálom. Szóval ez valahogy tényleg egy ilyen kis vonzerőnek hathat, de nem vagyok benne biztos, hogy pont különben én kellek ez az egészhez, hanem
nagyon sokat segítene az is, hogyha lenne ebben perspektíva, tehát hogyha ez nem csak kidobott idő és kidobott pénz lenne, hanem lehetne látni valami megtérülést. De itt természetesen arra gondolok, hogy ha valakik, szponzorok ismét felkarolnák az e-sportot, ismét támogatnák a versenyeket, amit különben van rá esély, hogy maga a Valve fog megcsinálni, mint ahogy a, nem tudom, azt hiszem a LOL-ban a Riot is pénzeli ezeket a versenyeket, ami ugye generálja az érdeklődést, generálja azt, hogy többen foglalkozzanak a játékkal, és hogy úgy érezzék, hogy meg is éri foglalkozni vele. Tehát csak nem tudom, hogy ugye 2007-2008 környékén a válság miatt nagyon sokan elfordultak az e-sporttól, és nem nagyon, tehát le is ült az egész e-sport, amennyire én tudom. Persze nem is voltam benne akkor igazából, és hát onnantól kezdve egy jó ideig, de úgy az én számomra szinte teljesen eltűnt, meg hát azt is hallottam, hogy nem nagyon vannak. Meg logikus is, hogy nem voltak, hiszen nem volt erre pénz. Most pedig, hogy egyre népszerűbb lesz a CSGO, talán lenne rá lehetőség, tehát szponzorok simán láthatnának most már lehetőséget abban, hogy népszerűsítsék a termékeiket ezen az egész e-sporton keresztül. És remélem ez így is lesz, mert ez az, ami igazán adhatna szerintem lökést az e-sport fellendülésének, nem pedig az, hogy Kodiak játszik, legalábbis szerintem. Mert ez az, ami motiválhat az embereket. Úgy néz ki, hogy talán újraéledezni látszanak ezek a források, amikről te is beszéltél. De addig is, amíg Magyarországon elérünk ide, addig azért reméljük, hogy a jövőben és a közel és a hosszabb távon is mind többet láthatjuk, hallhatjuk a te videóidat, illetőleg streamadásaidat, mert azt gondolom, hogy nagyban hozzájárul ahhoz, hogy sokan megszeretik a CSGO-t és egyáltalán belevágnak abba, hogy csapatot építsenek, és hát elmerüljenek ebbe az e-sport kultúrába. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, azt gondolom, hogy nagyon tanulságos volt, és hát sok sikert kívánok mind az Ancients-nek, illetve mint neked, Kodiak, a streamer és videós pályafutásod során. Köszönöm még egyszer a beszélgetést. Én köszönöm. Smoke! Ha tetszett a videó, és más e-sport témájú információkra, hírekre, cikkekre, vagy akár hasonló jellegű videókra vágytok, keressetek minket a Facebookon, a Twitteren, az esportmila.hu-n, vagy itt a YouTube-on. Remélem találkozunk még. Vajon mi lesz, hogyha kihúzom ezt?